Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, egy jön egy kis Battlefield 1 repülési útmutató. Valaki kérte tőlem, hogy csináljak egy ilyet, mivel hogy úgy érezte, hogy BF4-ben való tutoriálom nagyon sokat segített neki, és most így, hogy Battlefield 1-re került a sora, annyira nem megy neki, mint ott, és tudnék-e neki segíteni. És hát persze miért ne? Az igazság az, hogy azért is vállaltam be ezt, mert hogy mostanra a BF1 egy egész kulturált és jó játék lett, és azért is nem csináltam több tutoriált Battlefield 1-el kapcsolatban, mert azok a pályák, amik kijöttek a játékkal és az elkövetkezendő egy-két DLC-ben, úgy éreztem, hogy a játék inkább casual felé hajlik sem, mint hogy ilyen valódi taktika felé, és ezért nem csináltam több tutoriált, mint amit csináltam, amikor megjelent a játék. Nos, de most, hogy például kijött az Apocalypse DLC-t, a pályák egészen jól meg vannak szerkesztve, és úgy meg vannak csinálva, hogy egészen jó taktikákat lehet kihozni a dologból, és tényleg meg lehet lepni az ellenfelet. Úgyhogy csak annyit mondok ez az egészhez, hogyha szeretnétek ilyen pálya taktikákat Battlefield 1-el kapcsolatban, vagy egy-két észrevételt, amit észrevettem ugye a játékom során, akkor ebben a videó alá hagyjatok egy kommentet, és akkor szívesen csinálok egyes pályákról, vagy amely pályákra kíváncsiak vagytok egy-két ilyen meglátás videót, mondjuk így. Nos, de vágjunk is bele, és a repülés lenne a lényeg most ebben a videóban. Amit megjegyeznék rögtön itt az elején, hogy úgy gondolom, hogy a Battlefield 1-ben a repülés valahol a Battlefield 4 és Star Wars Battlefront 2 helyezhető irányításban. Tehát úgy érzem, hogy a Battlefield 4-től egy fejlődés, de a Battlefield 1-es repülési irányítás egy kísérlet, hogy hogyan lehetne jobban, ami Battlefront 2-ben teljesedett ki. Tehát Battlefront 2-ben én például nagyon-nagyon szeretem a repülést, igen, le van egyszerűsítve, de kényelmesebbé teszi a célzást, hogy úgy mondjam, és a Battlefield 1 valahol ezt akarta megütni. Ez az első dolog, amit megjegyeznék, úgyhogy szerintem könnyebb, mint BF4-ben, de egy kicsit nehezebb, mondjuk Star Wars Battlefront 2-ben, aki próbálta ott a repülést. Viszont az ok talán, amiért a kedves nézőmnek talán nem érzett rá annyira a repülésre, mint BF4-ben, az megesett azért, mert úgy vettem észre, hogy BF1-ben a repülés bizonyos szabályokhoz van kötve. Tehát háromfajta repülő van, ugye a kicsi kis támadó repülő, a közepes repülő, amit a legtöbben használnak infantry ellen, ugye, és van a bombázó. Tehát hívjuk úgy, hogy kicsi, közepes és nagy, hogyha ezeket említem, akkor itt tudjátok. És ezen repülőknek mindegyiknek tulajdonságai vannak, nem annyira, nincs, tehát elég nagy köztük a szakadék, hogy így mondjuk, ugye a kicsi és a közepes és a bombázó, ugye a nagy között elég nagy szakadék van, nem úgy, mint BF4-ben a támadó és a lopakodó között, tehát ott azok között hasonlatosak voltak a sebesség, az irányítás és a többi, de itt BF1-ben a kategóriák igen meghatározóak a repülésben, és ezért, és ez az első legfontosabb tippem, hogy úgy mondjam, hogy BF1-ben a repülésben követned kell a kategória szabályait. Tehát, hogyha a kicsivel mész, az inkább ugye repülő-repülő elleni harcokhoz vagy, abban a legeffektívebb. Nem azt mondom, hogy nem támadhatsz vele infantria vagy valami, de ahhoz, hogy ezeken a szabályokon, amiket ez a három repülőfajta meghatároz, és ezeken a szabályokon kívül mozogjál, ahhoz sok-sok repülési gyakorlat kell, ahhoz, hogy ráérezsz, hogy jobban tud, és tud, hogy hol vannak annak a repülőnek a határai, és mennyire mozoghatsz kívül a szabályokon. Lehet, de úgy gondolom, hogy ahhoz sokat kell repülni, mindig kell igyekezni, hogy repülőben legyünk, de addig is, ahhoz, hogy sikeresek legyünk egy kicsit így repülésben, ahhoz úgy gondolom, hogy ezen megfelelő szabályok szerint kell játszál. Az első ilyen dolog, amit fel kell tenni magadnak a kérdésben, mi a célod a repüléssel? Hogy egyszerűen csak jobb legyél, hogy hosszabb ideig legyél fönt a levegőben, vagy csak, hogy egy stat boostot adj magadnak, hogy ledarálod az embereket a földön, és akkor utána megvan a stat boost, és lehet játszani a földön, vagy repülő-repülő elleni harcokat akarod, vagy a nagy géppel a bombázó
autóval körbebombázni a pályát, segíteni a csapatot, tehát így meg kell határozni, hogy abban a játékban, amikor azt a repülőt kiválasztod, melyik, mi az, amit akarsz, és annak a repülőhöz, amit te akarsz, melyik a legmegfelelőbb, és hogy azon szabályoknak megfelelően játszál. Hozzáteszem azt, hogy a videók, amiket itt láttok, ezek videó összeállítások, így igyekszik mindent összehozni. És most egy felhozok egy példát, tehát nekem például a célom, amikor a repülőbe ülök egy adott játékban, többnyire mindig igyekszik az elején gyorsan kiválasztani a repülőt, az SSD-vel gyorsan betöltök, tehát megvan rá az esélyem, hogy kiválasztani a repülőt. Én egy stat boostot szeretek magamnak adni. Összehozok egy 10-15 kill streaket, és akkor leszállok a földre, lelőnek, teljesen mindegy, és onnantól kezdve megvan a stat boost, kiköthetek elsően. Tehát nekem az a lényeg, hogy jó sok multikill csináljak, mert az olyan tök jól néz ki, és én azt élvezem, nem feltétlenül akarok a levegőben maradni, mert tudom, hogy annyira ügyes nem vagyok, hogyha arra kerül sor, hogy valaki üldözzön engem, vagy én üldözek egy más. Tehát mondjuk menekülésben ügyes vagyok, de üldözésben kevésbé, hogy őszinte legyek. És mivel, hogy mindig a közepes repülőt választom, ugye az inkább infantri ellen jó a földön, bombázásra, lövésre, stb. Ezért amikor hátulról megtámadnak, akkor nagyon-nagyon kevés eséllyel rendelkezem. Az az igazság. Nos! Ez lenne az egyik dolog, tehát tudd, hogy mit akarsz, mi a célod a repülőben, a másik pedig, hogy igyekezz a szabályoknak megfelelően játszani. Első szabály, a kis repülő, ugye a kicsit támadó, az inkább arra van, hogy repülő-repülő elleni csatákban, persze, vannak neki olyan beállítási, amivel infantrival darálhatsz, hogyha elég ügyes vagy, de ez a repülő ugye fordulékony, ezzel lehet. Ez a repülő hasonlít leginkább a BF4-es repülőkhöz, szóval, hogyha a BF4-es feelinget akarsz és repülésben, akkor megeshet, hogy ez lesz ez a te repülőt fordulékonyabb, gyorsabb, és nem lehetetlen vele infantrit is ölni, de a legjobban a repülő-repülő elleni csatákban felel meg. A közepes repülő szerintem az az egyik legjobb gyors csapásokra, az infantri ellen lemész, relepülsz, szétbombázod, felrepülsz, elrepülsz, és így ilyen gerilla harcmodorral így berepülsz, kirepülsz, berepülsz, kirepülsz. A bombázó a legtrükkösebb, és egyben a legnehezebb. A bombázóval egy kicsit fel kell áldoznod magadat, mint a pilóta. Tehát az egy dolog, hogy végigmész egy adott területen, egy ponton, és lebombázod, amit lebombázol, és utána megfordulsz, befordítod a repülőt oldalasan, és hagyod, hogy ha van, akkor a gépfegyveresed, az előső gépfegyveresed, az kiossza mindazt, akit te nem tudtál megölni. Amiután ez így nagyjából megtörtént, és te felfedted a pályát, ugye, mert le tud radarozni a pályát, lebombázta a pályát, a gépfegyveresed lelőtte őket, akkor kimész, berepülsz, meggondolod, és átgondolod a támadási pontjaidat. És nagyjából ezek azok a szabályok, amit körbe kell írni. Tehát talán ugye a kettő legfontosabb ebből, mert a kicsivel könnyű harcolni, vagy repülőkre rámész, vagy megpróbálkozol az infantrival, de repülő-repülő elleni harcban jó leszel. De ugye a másik kettővel nagyon szigorúan veszem én például azt a dolgot, hogy így berepülök, a közepessel berepülök, bombázok, elrepülök gyorsan. A bombázóval szintű berepülök, lebombázok, lelövetek néhány embert, és elmegyek onnan gyorsan. Miért? Mert ugye útközben ott lesznek a légvédelmi ágyuk. Na most a légvédelmi ágyuknál egy-két szabályt tudnotok kell. Inkább, leginkább azt kell tudnotok, hogy meddig ér el a légvédelmi ágyú, mi az a dolog, ahol biztonságban vagy. Battlefield egy elején, amikor megjelent a játék, akkor ugye a játékosok fölfelé repültek a légvédelmi ágyútól, hogy már ne érje el őket, és hogyha már elég magasan voltál, akkor megúszhattad a légvédelmi ágyút. Na most ezen nörföltek, pontosabban nörföltek és buffoltak. Ami történt, most már tudnotok kell, hogy 400 méterig fölfelé elér az ágyú, a légvédelmi ágyú, viszont ha alacsonyan repülsz, akkor csak 350 méterig ér el az ágyú, ha jól emlékszem ezen adatokra, de a lényeg az, hogy magasabbra, távolabb elér a légvédelmi ágyú, mint ha alacsonyan repülnél. Szóval, ha menekülnöd kell a légvédelmi ágyú elől, akkor alacsonyan kell repülnöd távolra, nem pedig fölfelé távolra, mert akkor konkrétan jobban és hosszabb ideig fog elérni a légvédelmi ágyú, és ez egyik nagyon fontos dolog, amit meg kell jegyeznetek. A másik nagyon fontos dolog az, hogyha nem vagy túl ügyes repülős, akkor válasz olyan pályát, ahol
nem nagyon érhetnek el a repülők. Például a Monte Grappán azért ott a hegycsúcson vannak a repülők, és nagyon nagy területet tudnak emiatt lefedni. Ott is el lehet tőlük menekülni, ha leszállsz és alacsonyan repülsz el távolra, el lehet tőlük menekülni, de ott sokáig egy ügyetlen repülős mondjuk nem sokáig tud életben maradni. Én magam sem tudok ott sokáig életben maradni, mert nem vagyok túl jó repülős, és nem nagyon figyelek arra, hogy van-e valaki a légvédelmi ágyukban. Viszont az olyan pályákon, ahol tudom, hogy sokáig nem tudok életben maradni, a célom csak annyi, hogy beülök a repülőben, és annyiszor csapok le kibe, ahányszor lehet, és ameddig meg nem húnyák, és észre nem vesznek. Adok most statomnak egy kis boostot, és akkor onnantól kezdve el van intézve. A másik dolog, amire figyelned kell a repülésben, az igencsak a pálya mozgási területe, hol mozog az enemy. Tehát ha Conquest-et játszol, és a leggyakoribb ugye Conquest, ha Conquest-et játszol, akkor nézned kell azt, hogy az enemy éppen mikor, mit és hol foglal. Tehát ha az enemy elkezd foglalni egy pontot, akkor értelemszerűen az a pont mindenképpen a te célpontod lesz. Viszont, hogyha van rá kapacitásod, hogy figyelj arra, milyen sebességgel foglalják azt a pontot, akkor tudhatod, hogy egy vagy több enemy foglalja ezt az adott pontot. Tehát csinálsz példának, okáért csinálsz egy olyat, hogy elsőnek csak átrepülsz a ponton, vársz egy kicsit, hadd foglalják el félig, s a többi kapjanak bátorságot, többen érjenek oda, és amikor egyet fordulsz a pont fölött, mikor jössz visszafelé, akkor támadsz igazán, mert akkor már megesett, hogy az egynél több ember van azon az adott ponton. És ez is egy ilyen kulcsfontosságú pont, tehát én betartom azt a szabályt, hogy várok egy kicsit, hagyom, hogy foglalják, és mikor látom, hogy egy kicsit gyorsabban foglalódik az a pont, akkor berepülök és támadom őket. Na most, én leggyakrabban ugye a közepest, ez a támadó repülő, infantri elleni támadó repülőt szeretem használni, mert azt érzem egyik legeffektívebbnek, azt szoktam meg a legjobban, és ezzel ilyen gerilla módon tudok kibe járogatni. Egy nagyon fontos dolog, ami érinti a repülőket, hogyha bármilyen szinten meg van sebződve a repülőd, akkor mindenképp javítsd fel előtte, mielőtt egy újabb támadást indítanál. Nagyon fontos, mert amikor látják, hogy te egy támadást indítasz, mindennel rád lőnek. Ha nincs légvédelmi ágyú, az összes ember, aki ott van, elkezd rád lőni, és ha mondjuk 80%-nyi élettel támadsz be, akkor megesett, hogy odáig se érsz el. Tehát mindig fontos, hogy maximális élettel támadjál, és amikor kijössz a támadásba, tehát menekülsz, akkor javítsd fel magad, fordulj meg, és mindig 100%-kal igyekezz, 100% élettel igyekezz támadni az emberekre, mivel nagyon sebződnek a repülők ebben a játékban, így aztán mindig meglegyen a full életet, hogy legalább, ha meg is semmisülsz, amire odaérsz ahhoz az adott ponthoz, amit támadnál, legalább legyen annyi időt, hogy ledobd a bombáidat, lőj egy párat. Ezért fontos, hogy mindig 100%-kal tudjuk használni. Egy nagyon-nagyon jó tipp még, hogy például a közepes repülőnek vannak a spot flare-jei. Ha mikor bombáztok például a gyalogságban, amikor bombáztok a gyalogságra, akkor a spot flare-eket is engedjétek ki, mert felgyújtja a játékosokat. És azok, akik mondjuk megúszták a bombázást, még belefuthatnak egy spot flare-be, felgyulladhatnak és belehalhatnak. Sokszor a spot flare-rel több killt érek el, mint magával a bombázással. Bombázási útmutató, röviden szólva, én azt javaslom, igyekezzétek megtanulni azt, hogy külső nézetből bombázatok, és érzés, amikor átrepültek a cél felőtt, engedjétek ki a bombát. Nem nehéz megtanulni, úgy érzem, hogy a játék elég jó munkát végzett azzal, hogy érzékeltesse, hogy mikor kell elengedni a bombát. Szóval azt mondom, hogy sose válts belső nézetre és úgy bombáz, hanem külső nézetből érzésre bombáz. Sokkal jobb több eredményt lehet azzal elérni, és jobban veszed magad körül észre a környezetet. Ugyanez igaz a bombázóra is, tehát hogyha igyekszel külső nézetben bombázni, akkor sokkal jobban járhatsz, mint egy belső nézettel. A bombázóra vonatkozó szabályok, az igazság az, hogy elég macera, de jó vele magasan repülni, tehát ha igyekszel ha arról van szó, hogy bombáznod kell, akkor igyekezz
a 400 méter vagy fölötte repülni, hogy a légvédelmi ágyú ne érjen el, viszont a bombázónak van annyi élete, hogy meg tud úszni egy légvédelmi támadás legalább, és akkor fel tud magad javítani teljesen, és vissza tudsz menni, és hogyha van egy olyan ügyes lövészed, akkor a lövész el tudja végezni ezt az adott munkát, hogy kiszedi a légvédelmi ágyust. Viszont a bombázóba úgy gondolom, hogy akkor érdemes beülni, ha van egy csapatod, és tudtok kommunikálni, és figyelj, ott a légvédelmi ágyos, szedd ki kérlek, és akkor te nyugodtan át tudsz repülni. A bombázóhoz kommunikáció kell, és egy türelmes csapat, és az, aki hátul van például, az türelmes legyen, hogyha rátámadnak a repülők, és a többi. Szóval ahhoz kommunikáció kell. A kis repülőhöz, meg a közepeshez ugye ahhoz nem kell kommunikáció, nem kell csapat, aztán lehet egyedül is menni. Na most mi van akkor, hogyha támadnak téged, és vissza szeretnél támadni? A kis repülővel nem nagyon tudsz mit csinálni, a támadnak, csak jobbra-balra fordulni, elkerülni, és kikerülni, mögé kerülni, de viszont a közepessel ugye van hátul neki egy gépágyúja. A legnagyobb divat az, hogy elkezdenek fölfelé repülni, amikor üldözik őket, hátraülnek, és hátul elkezdik lőni az enemit. Ugye az sem mindegy, hogyha hátra ülsz a gépfegyvereddel, hogy mit lősz azon az adott repülőgépen, aki üldöz téged, és ugyanez igaz, hogy mit lősz akkor, amikor te üldözöl egy repülőgépet. És úgy gondolom, hogy Battlefield 1-ben a legérdemesebb lőni egy repülőgépen, amit üldözöl, vagy ha üldöz téged, az a szárny. Ha a szárnyát elkezded lőni, és elég damage-et csinálsz, már pedig ott lehet gyorsan damage-et csinálni, akkor letéríted az adott üldöző repülőt az útjáról, és már nem tud visszalőni rád, mert letér az útra, és onnantól kezdve már te egy előnyben vagy. Tehát a szárnyát, ha támadod előbb, sem, mint hogyha a motort magát lőnéd, vagy megpróbálnád eltalálni a pilótáját, hogyha arról van szó. A szárnyát lőd, hogy letérjen az útról, ne legyen irányítása a gép felett, és akkor, hogyha téged üldöz, az az adott repülést, te hátulról lövöd a gépágyúval, mert hogy átültél a kettes ülésbe, ugye, akkor, ha lövöd a szárnyát, akkor csak annyit fogsz látni, hogy elkezd zuhanni, és onnan ugye irányíthatatlan a gép a másik pilóta számára, és konkrétan egy vonalba zuhan, így aztán befejezni könnyebb lesz neked is a munkát. Ha te üldözöd a repülőt, ugyanezt történik, mikor elkezd lezuhanni az ellenfeled repülője, akkor konkrétan irányíthatóan válasz, és egy ívben zuhan le, tehát már nem kell külön finom célozni, meg stb. Egyszer beállított, szétlövöd, voilà, el van intézve a dolog. Nos, srácok, azt hiszem, hogy nagyjából mindent összefoglaltam. Remélem sikerült hasznos meglátásokat adni a repülések kapcsolatban, illetve hogy álljunk hozzá, mind technikai, mind taktikai szempontból, és remélem, hogy sikerül jó eredményeket elérni. Írjatok egy visszajelzést, hogyha beváltok a tippek, kíváncsi vagyok, hogy sikerültek. Ha kérdésétek vannak, akkor Necrogrim Facebook oldalon megtaláljátok. Ha szeretnétek bármilyen más Battlefield 1-jel kapcsolatos videót, hagyjatok egy kommentet itt a videónak a leírásában. A Discord szerverünk ennek a videónak a leírásában ott van rendelkezésetekre, használjátok egészséggel. A következő videóig köszönöm a figyelmet, sziasztok!